Augusztus 19-én péntek este, jó estét kívánok! A Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk ma este is! Változások várhatók a helyi menetrendben, optimalizálják a buszközlekedést. Behatóbban tanulják az elsősegélynyújtást a Csillagsziget bölcsöde nevelői. Egész nyáron koncerteznek a Peron Tehetségközpont diákjai. Zajlik a mesterkurzus, a világ minden tájáról érkeztek fiatal tehetségek. Jelentősen megváltoztak az utolsó módosítás óta a helyi igények a buszközlekedésben. A Volánbusz ZRT és Tataváros önkormányzata új menetrendi hálózatot és menetrendet tervez bevezetni. Ennek részletei már elérhetők a városi honlapon, ehhez az észrevételeket is várják. Utoljára 2008 nyarán volt átfogó menetrendi változás Tataváros helyi közlekedésében. Az eltelt időben számos új körülmény alakult, amely befolyásolja a buszközlekedés hatékonyságát. Több közlekedési fejlesztés történt a városban, megváltoztak csomópontok, jobban kiépült az ipari park. Az optimalizálás jegyében a szakemberek igyekeznek minden szempontot figyelembe venni. Itt a város azért a tavaknak a elhelyezkedése meg a város szerkezet miatt eléggé behatárolt, és ezért a város központtól a Fellner-Jakab-úti végállomásig a járatok azonos útvonalon haladnak. És gyakran előfordulnak együttfutások, ezeket az együttfutásokat próbáljuk meg itt kiküszöbölni úgy, hogy ez mellett a közlekedés, illetve az eljutások ne sérüljenek. Lesznek ebben a menetrendi változatban megmaradó vonalak is, megmarad az 1-es, 1-a, 1-e, ezek megszokott vonalak, a kertváros kiszolgálását továbbra is az 5-ös járatokkal végezzük, megmarad az Újhegy kiszolgálására a 8-as, illetve a 7-es járat, ami a Tardos-Vértes-Tolna vonallal kombinálva adja ennek a városrésznek a közlekedését. Most olyan új elemeket próbáltunk beépíteni, amelyekkel a vasúti csatlakozásokat úgy tudjuk biztosítani, hogy mégis ne legyenek ezek a párhuzamos futások, amiket az előbb említettem, ez az 1-es, 5-ös, 8-as. Komoly módosítás az az, hogy a 2-es járat a jövőben nem a Mocsai úti városrésznek, hanem a Remeteségbe biztosítja majd az eljutást, úgyhogy vasútállomás, Gesztenye-Fasor, Városközpont, Kossuth tér, Remeteség. Az új elem szintén a 4-es, 4R járatok. Ezt tulajdonképpen úgy képzeljük el, hogy ez az 5-ös járatnak, ami Kertvárosba jár, annak egy olyan módosítása, hogy a városközpontba beérkezést követően kimegy a vasútállomásra, itt hátul az új út Gesztenye-Fasoron keresztül, majd visszajön, teljesítve úgymond az 1-es járatnak a funkcióját, és felmegy ugyanúgy a Fellner-Jakab útra, az R járat ugye az az ipari parkot látja el, ugyanúgy új elem a 9-es járat, ami egy nagyon nagy változás. Igazán ez is, ha leegyszerűsítjük, Fellner-Jakab út és a vasútállomás között az 1-es, illetve az 1-a járat útvonalát járja be. Viszont ezt követően lejön a vasútállomásról, és új elemként a Laktanya, és a felüljáron keresztül a Szomódi útról megközelíti a Günther Kft-t, oda elviszi a munkásokat, és tovább megy a 9 aljelzéssel a Újhegyi úti fordulóig, illetve összesen kettő járat esetében Agostyán város részig ezek a sima 9-esek. A lakossági visszajelzésekre nagy szükség van, a menetrend tökéletesítése érdekében. A tervezet megtekinthető már Tataváros honlapján, az észrevételeket is itt a kijelölt e-mail címekre várják. Fontos, hogy ez sem lesz kezdetben végleges rend, egy hónap próbaidő alatt is gyűjtik majd a tapasztalatokat, csak ezután hagyhatja jóvá a képviselőtestület. Az elsősegélynyújtás kapcsán szeretnék átadni tudásukat a tatai mentősök. Ezúttal a Csillagsziget bölcsödében tartottak gyakorlati előadást arról, hogyan háríthatják el és ismerhetik fel a kisgyermeknevelők a vészhelyzeteket. A pánikhelyzetek kezelésére és elkerülésére is igyekeztek felkészíteni a tatai mentősök a Csillagsziget bölcsöde munkatársait. A szakemberek tapasztalata ugyanis az, hogy vészhelyzetben sokszor nem megfelelő a segítségnyújtás, a nyugalom megőrzése a gyermekek esetén pedig különösen fontos. Síró, vérzőfejű gyermek nagyon ijesztő lehet, mégis bagatell dolog, esetleg fölreped a szemöldöke és társai. Minden eset más, minden történet más, de próbálunk egy alapot adni, hogy
mit és hogyan kellene csinálni ezek a bizonyos ha helyzetekben. Azt tudom mondani, hogy mentőzni kell, akkor tudod kezelni a pánik helyzeteket, de egyébként mindenki pánikol egy kicsit, de próbálunk egy pluszt adni, ami mondjuk akár egy életet is megmenthet. A tanfolyam sorozat, amire a város felkért bennünket, ugye ennek volt már egy-két előzmény előadása, ugye a kajakházba, meg előtte is voltunk kint így óvodáknál, és nagyon-nagyon tetszett mindenkinek, jól fel tudtuk építeni, és tulajdonképpen az ilyen kisgyermekeket, csecsemő kisgyermekeket érintő sérülések, gyógyszermérgezések és ezeknek az ilyen gyanúi tüneteit próbálj bemutatni a nevelőknek. A gyermekek testi épségét, esetlegesen életét veszélyeztető tényezők bárhol és bármikor előfordulhatnak, még a leggondosabb kezekben is. A Csillagsziget bölcsőde munkatársai maguk kezdeményezték, hogy ilyen képzést évente ismételjenek meg az intézményben. Erre nyitott volt a város vezetése, és Rigó Balázs alpolgármester úrral egyeztetve tartottunk egy vezetői értekezletet, ahol döntés született arról, hogy évente egy elsősegély nyújtó tanfolyamon vesznek részt a kisgyermekellátás biztosító intézmények dolgozói. Most lesz idén ez az első tanfolyam, illetve oktatás, amit nagyon nagy izgalommal várnak a kolléganők, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen nagyon fontos, hogy rendszeressé tegyük. A médiában is egyre többször halljuk, hogy esetlegesen anafilaxiásokba kerül egy kisgyerek, és nem tud az ott dolgozó segíteni rajta. Most itt igyekszünk felkészíteni, illetve a mentőállomásról érkező szakember igyekszik úgy felkészíteni a dolgozókat, hogy ilyen helyzet ne forduljon elő, hogy esetlegesen a gyerek életébe kerül az, hogy nem kellő időben és nem megfelelő ellátást kap a kisgyermek. Úgyhogy mindenképpen készülünk a mai napra, izgalommal várjuk. A létesítmény életében egyébként is sűrű munkával telnek a következő hetek. Tagintézményként ugyanis szeptember 1-én nyit az Újhegyi Bölcsöde. A Nádas utcában folyamatosan azon dolgoznak, hogy a lehető legjobb körülmények fogadják hamarosan ott is a kicsiket. A táborok ugyan véget értek, de a fellépési és bemutatkozási lehetőségek sora még most is bőséges a Peron Tehetségközpont diákjai számára. A könnyűzenei képzési pont nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fiatalok rutint szerezzenek a színpadon. Legutóbb két együttes is koncertet adott a Várlábánál. Senki, senki, nem azzal van, akivel szeretne lenni, senki, senki. Ismert és népszerű könnyű zenei dalokat válogatott össze legutóbbi koncertjére az Anna Barni Duó. A páros októberben kezdett együtt zenélni a Peron Tehetségközpont gondozásában, és hamar meglett köztük az összhang. Így most is egy gazdag koncerttel örvendeztették meg a nagy érdeműt, benne három eddig még nem hallott dallal. Peronos próbán felvetettünk egy dalt ketten, és végül az, mivel az csak egy gitáros szám volt, ezért végül úgy gondoltuk, hogy megcsináljuk ketten ezt így külön. És végül úgy gondoltuk, hogy akkor ezt a külön produkcióként is előadjuk, és akkor így egyre több dalatunk kezdtünk el összegyűjteni, meg minden, és így alakultunk, meg így kezdtünk el együtt zenélni. A Peron Tehetségközpont szakemberei nem csak a zenei és technikai fejlődésben támogatják a diákokat, arra is felkészítik őket, hogyan kell csapatban, közösségben jól működni. Én azért szeretek elsősorban vele együtt dolgozni, mert hát ő barátom, tehát hogy olyan, mintha csak így együtt lógnánk, és akkor hozzanéljünk valamit, és akkor eszünkbe jut valami jó dal, ezt nem csináljuk meg, és akkor így előadjuk koncerteken is akár. Én azt szeretem egyébként ebben a duóban, hogy így nagyon olyan alapon megy ez a dalkiválasztás, meg így a daloknak a kidolgozása, hogy így, hogyha az egyikünknek nem tetszik a dal, akkor ezt vessük el, ezt az ötletet, vagy hogyha mégiscsak úgy van, hogy de én ezt nagyon el szeretném játszani, akkor azért nyilván erőt veszünk magunkon. A Peron Tehetségközpont diákjainak koncertjei a Zsigmond teraszon is folytatódnak a jövőben, de rendszeresen találkozhatunk velük a környékbeli nagy rendezvényeken, klubkoncerteken és szórakozó helyeken. Hagyományosan a Barokk Fesztivállal párhuzamosan zajlik városunkban a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus, melyre hazai és külföldi zeneművészeti egyetemek hallgatói jelentkeznek. A fiatal tehetségek világhírű művésztanárok segítségével igyekeznek fejlődni, az itt tanultakat később gálakoncerten mutatják be. He's all my seat. He's all my seat.
Alapos beéneklés a közös munka előtt, így indul minden nap a gyakorlás a barokk énekmesterkurzus résztvevői számára. Negyedik alkalommal kíséri a Schiffer Ervin nemzetközi zenei mesterkurzust, a kifejezetten énekesi babérokra készülő tehetségeknek szánt lehetőség, amivel most is sokan szerettek volna élni. A kurzust Kertesi Ingrid, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő vezeti. Én egyébként Miskolcról érkeztem, viszont a tanárnő növendéke vagyok a Zeneakadémián. Elismert név a szakmában, nagyon sokat lehet tőle tanulni, mind technikailag, mind előadásmódban is, úgyhogy engem ez motivált. A kurzuson résztvevő fiataloknak nagyon fontos a neves szakemberekkel való találkozás, egyértelműen zenei pályáról dédelgetnek komoly álmokat. Tényleg inkább azért érkeztem, mert felvételi előtt állok, és mindenképpen meg akartam ismerkedni tanárnőnek a tanítási módszereivel, illetve rengeteget már itt a kurzuson is tanulhatunk tőle. Nagyon jó élmény, rengeteg mindent tanulhatunk, tehát technikától, ahogy a kolléganő is mondta, rengeteg mindent, ténylegesen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. A negyedik barokk énekmesterkurzus maximális létszámmal működik, több aktív hallgatót nem is tudnának fogadni. Pont elegen vagyunk, mert ennél több növendékkel már nem lenne értelme. Tehát 10-20, mindenkivel legalább 45 egy órát szeretnénk foglalkozni, és nem csak egy nap. És akkor a végén ki kell állni a közönség elé, ami nagyon fontos, ami viszont több hónap gyakorlást jelent. Tehát mint egy közönség előtt való éneklős, az 30 énekóra. De nagyon aranyosak. Van, aki felvételizni fog a Zeneakadémiára, van, aki oda jár, van, aki más tanárhoz jár, bár és jött kurzusra, én is szeretem, ha az én növendékem is mennek. Az egy nagy szerencse idén, és a Dalos Erika kolléganőmmel, akivel nagyon sokat dolgoztunk már az operában is, és a Zeneakadémián is tanít, de ez is jó, hogy ő is ott tanít, és akik oda mennek majd, vagy felvesszük, vagy ma oda járnak, úgyis ő tanítja a kamara és a recitatív órákat. Nagyszerű. És minden gyereknek van hangja. Tehát nekem az egy kín lenne, hogy valaki olyan jelentkezik, valószínűleg akkor nem is passzív lenne, mert nem akarnám elvenni az időt attól, akinek viszont van értelme énekelni. Komoly, szép hanganyagok, akik már úgy megértik, ha valamit mutatok, vagy mondok valamit. Szóval van értelme. Az énekes hallgatókkal természetesen a Barokk Fesztivál programjain is találkozhat a közönség. Továbbra is várják a számláló biztosok jelentkezését. A Központi Statisztikai Hivatal október 1-e és november 28-a között Magyarországon országos népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számláló biztosok. Jelentkezési határidő augusztus 26-a, további információkat Tataváros honlapján olvashatnak. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT hívja és várja a tataiakat államalapító Szent István királyunk tiszteletére tartandó ünnepi rendezvényére augusztus 20-án. A program 17 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Szent Kereszt plébánia templomban. Ezt követi 18 órától a Kossuth téren az ünnepi műsor, az ökumenikus kenyéráldás és a városi kitüntetések átadása. Az eseményen beszédet mond Mihi József polgármester és Bencsik János a Tatai Medence országgyűlési képviselője. Híreinket összefoglaljuk még egyszer egy-egy mondatban. Változások várhatók a helyi menetrendben, optimalizálják a buszközlekedést. Behatóbban tanulják az első segélynyújtást a Csillagsziget bölcsöde nevelői. Egész nyáron koncerteznek a Peron Tehetségközpont diákjai. Zajlik a mesterkurzus, a világ minden tájáról érkeztek fiatal tehetségek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Augusztus 19-én péntek este a Tatai Televízió napi híradója jelentkezett. Én további szép estét és kellemes hétvégét kívánok mindnyájuknak. Legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk a legfrissebbekkel. Viszontlátásra!